A Hajdú elektromos forróvíztárolót a köznyelv villanyboilernek hívja. A 80 és 120 literes változata a legnépszerűbb melegvíztermelő berendezések közé tartozik. Üzemeltetése ugyan költségesebb, mint a gázé, de az elején sokkal olcsóbb. Például nem kell hozzá engedélyeztetett gázkémény, ami ma már horror összegekbe tud kerülni. A belső hengerpalástja ma már zománcozott kivitelű, Régen ez csak horganyzott volt, és megfelelően vastag hőszigeteléssel is rendelkezik. A Hajdú gyártmánya még nem a rossz értelemben vett fogyasztói társadalom terméke, van lehetőség a javításra, karbantartásra. Az összes belső alkatrésze beszerezhető. Kapható bele fűtőszál, alaplap és a hozzávaló tömítések, aktívanód, hőfokszabályzó, merülőcső, kijelző, lámpa stb. Ezt a készüléket érdemes is néhány évente kitisztítani, azaz vízkőmentesíteni, mert nem csak az élettartamát, de az elektromos fogyasztását is kedvezően befolyásolja. A boilerhez tartozik a biztonsági szelep, mely túlnyomás esetén a lefúvatást teszi lehetővé, de a felfűtési időszakban a táguló víz csepegését is biztosítja. A felerősítő lemez úgy van kialakítva, hogy az előző boiler tőcsavarait a falból ne kelljen kivésni, a felerősítési pontok szélességében nagy a tűrés.